egy szuper dolog. A félelmény cél kutya, ami ezt a címet adta igazából ennek az egésznek, legalábbis az én blokkomra, mert igazából ez az igazság. Tehát, hogy mindent, amit akarunk, mindent, amire vágyunk, az a félelménynek a másik oldalán van. Tehát ha levetítve az egészet, ilyen egyszerű, de mégsem. Jó? Tehát ez mindig könnyen beszélni, viszont nem az a lényeg ezeknek az előadásnak, hogy hosszúk a rész, hanem mindig te próbáld ezt megvizsgálni magadból, hogy neked ez működik, neked ez nem, és minden előadás, meg minden könyv például annyit ér, mint az olvasója. Jó? Tehát ez az előadás is annyit fog érni, amennyit ebből hasznosítasz belőle. Én bízom benne, hogy minél többet fogtok hasznosítani belőle, de hát ez a félelmei cégén kutyában ezt adtam így címnek, és bízom benne, hogy tudok egy ilyen hasznos információt adni, hogy ki merre tart az érdő, és nem is érje ezeket, mert nem könnyű, nem egyszerű dolog, de nem lehetetlen, ez is egy másik, mert nyomogatom, hogy menjünk tovább. Vicces. Majd megy ezt, hogy valaki jönni. Mi a félelem, hogy mit szoktunk félni? Valaki ránéz a képben, valaki fél, magasságtól, stb. Félelem azért vannak csoportok, van a fizikai dolgoktól félünk, pókok, magasság, stb. Meg megfogató, vagy inkább lelki, például a kudarctól. Jó, vagy nem vagyok elég jó, stb. Tehát én két részre osztottam az egészet, az egyik ilyen fizikai megfogható, vagy látható, érezhető inkább, másik meg, ami inkább lelki eredetű. Mindegyik, de az egyiket mondom, hogy könnyebb két részre osztani, mint ezt szoktunk félni. És igazából a félelem, ez nagyon érdekes, hogy aztán, hogyha leírva vannak még jobban ülök, vagy ha megérzed, az is jó, ezek a valótlan dolgok, amik valósnak tűnnek. Na, de általában azoktól szoktunk félni, ami nem igaz, tehát ami nincs. Na, de én hát nem a kedvenc időtől is a repülés, mindig le fog zuhanni, sose zuhantam még le. De mindig félek, hogy egyszer le fog zuhanni. Jó, és ugye ezek az a baj, hogy a pessimistának mindig igaza lesz. Tehát ők azon rájuk a sírkövére, hogy ugye megmondta. Jó, tehát ezek a félelmek az, hogy beszélve, hogyha nagyon erre koncentrálsz, hogy ha ugye eluralkodjon rajtad, akkor önigazolásba fogsz átmenni, és ugye mondtad, hogy az univerzumnak egyetlen pecsétje van, amire az a ráírva, hogy jó állagyba. Hogyha te félsz attól, hogy állami nem fog sikerülni, és állandóan ezzel pörgeted magad, valószínűleg nem fog sikerülni. Mert az fog megvalósulni, amire gondolkodsz, ami előtted van. És hogyha mindig a problémákkal vagy elfoglalva, akkor azok fognak visszajönni. Valaki, tehát a félelem, az aggódás is például egy félelem. Jó? Tehát, hogy aki nem fél a pókoktól, meg nem fél semmitől, az aggódás is az. Jó? Tehát, hogy valamiatt aggódok, hogy nem lesz elég pénzem, nem lesz egy boldog, nem leszek a párom, vagy stb. Stb. Annyi minden, miért lehet az életbe aggódni, meg félni, hogy mi a belegondozom, hogy lehet így élni. Ez az érdekes, hogy nézd be a természetbe, az állatok azok nem aggódnak. Jó, csak az ember. Igaz, hogy nekik nincs olyan tudatok, mint nekik, de ennyivel egyszerűbb nekik az élet. És igazából az ember is mi bonyolítjuk így magunknak az egészet, hogy olyan dolgokért aggódunk, olyan dolgoktól félek, ami nincs is, vagy most még nincsen. Majd erre is mondok egy-két technikát, hogy hogy lehet ezekből segíteni, hogy ne menjünk el, mert az a baj, kiezed magad a jövőbe. Mi lesz, ha? Mi fog történni, ha? Stb. Ez mindig elhelyezed magad, és nem vagy itt a jelenbe, mert amit fontos, hogy csak itt tudsz tenni ezek ellen. Tehát ha félsz valamitől, akkor most tudsz ellene tenni, most tudsz érte tenni, stb. Azt, hogy majd fogok cselekedni. Sokszor azért nem merünk valami újba belekezdeni, mert ugye félünk attól, hogy nem leszek benne elég jó. Mert hát ugye eljössz edzésre, és nem megy rögtön a szaltó, nem megy rögtön egy 100 fekvőtámaszhoz megcsinálni, és ugye az ember nem szereti azt, hogy érzi, hogy nem elég jó. És menekülünk ezzel az érzés előtt, ösztönösen inkább valami kényelmeset szeretnénk csinálni, valami egyszerűt szeretnénk csinálni, hogy ne szembesüljek azzal, hogy nem vagyok elég jó. De hogyha másképp gondolkodsz, ez is majd egy fontos elem lesz, hogy meg kell tenni másképp gondolkodni, nem az egyébként, hogy most nem vagyok elég jó, hanem hogy teszek azért, hogy jobb legyek. Jó? Tehát ez egy folyamat. Nem várhatja senki, hogy már a hónapra megugorja a hátraszaltot, vagy itt feketőmös legyen egyik edzésről a másikkal, hiszen edzések, hogy ezt fejtjük. De viszont ha teszek érte, és ha tényleg mindent őszintén megteszek, akkor előbb-utóbb, nem tudom, hogy mikor, de előbb-utóbb el fogok odaérni. Nem mutatom a következetesség, a gyakorlás, tehát amiket majd mondok egy-két gyakorlatot, lehet, hogy mondjuk, hogy nem tudom, hogy félünk bele, de hogyha az csak egyszer csinálod, lehet, nem fog működni. Tehát, hogy következetesen kell. Ugye a tegnapi edzés, hogy beszéltem gyorsan, info, hogy ha valamiben nagyon jó akarok lenni, akkor 10.000 órát bele kell rakni. Az 5 év napi 8 órába leszámít, hogy amit foglalkozni, hegedű mester akarok lenni, az 10.000 órába kezdődik. De az, hogy valami ez
készségszinten értsek, az elég 20 óra is. Jó? Tehát, hogyha félsz a valamitől, akkor legalább a minimum ezt a 20 órát el kell töltened, hogy foglalkozz, hogy miért félek, hogy tudok szembenézni, valós-e, nem valós, stb. Stb. A minimum az a 20 óra, és innen csak sokkal több lesz. A felelősségvállalás hiányát, hát igen, ez is, hogy a döntéstől való félelem, hogy nem merek dönteni, hát ugye akkor ennyi lesz a felelősség. Most egy nagyon érdekes, ha nálunk a házban közös képviselőváltás van, mindenki szinte most egy nem jól csinálja a dolgokat, egy szemét, egy helyén összes jobban csinálnak. Most váltás van, lehetett jelentkezni, ki akar közös képviselő lenni. Szerintetek hányan jelentkeztek? Senki. Jó, tehát által veszed a csinálni, hogy az nem jó, én jobban tudnám, tessék csinál, de azt nem. Félünk a felelősségtől, félünk a következményektől. De ezt kell megtanulni, hogy csak akkor fogod tudni a saját életet élni, ha vállalod érte a felelősséget. Mindegy, hogy legyen, nincs ilyen, hogy jó meg rossz, most majdnem kicsúszott szám, de ilyen nincs. Jó, tehát nézd meg itt a természetet. Nincs jó meg rossz fa. Ez csak az ember mondja le, hogy jó meg rossz áll, az egyik megeszi a másik. Ja, a született, hogy most megegyék. Jó, hogy nem lesz neki lelkismert furasra a farkas, hanem megette a bárányt. Jó, le fog feküdni aludni. Csak mi mondjuk azt, hogy ez jó vagy rossz. Jó, tehát a döntéseinknek vannak következményei, ahogy mi ezekre reagálunk, az lehet jó meg rossz. Ami történik velünk az életben, az, ahogy mi ráreagálunk, az lehet jó vagy rossz. A dolgok csak megtörténnek. Az, hogy valaki meghal és szeretted, mert neked egy rossz dolog. De lehet, hogy már szenvedett, és neki megváltásnak a hal. Na most akkor ez jó vagy rossz? Oké, de minden nézőpont kérdése, ezért ezzel az összehasonlításon nagyon vigyázni kell. Én azt látom, hogy ne hasonlítgass össze, főleg ne magadat valaki mással, mert az egy ilyen visszatérő bumeránk, hogy fogsz találni olyan embert, akihez képest például jobb vagy, és jól fogod érezni magad, aztán majd találsz egy olyat, akihez képest meg rosszabb vagy, és akkor majd rosszul fogod érezni magad. Hát te a saját életedben legyél felelős, a saját életedben éljél, és ezért tegyél, hogy itt kiteljesedjél, akár félelem nélkül élni. A félelem az is egy jó dolog, hiszen arra kényszerít, nem kényszerít, mert ugye nincs kényszer, de tudsz, hogy nem. De egy lehetőség arra, hogy ha szembenézek, akkor fejlődök, akkor jobban válok. Megint ez a nézőpontváltás, hogy azt nézed, hogy valami rossz dolog történt veled, ez most micsoda. Így jártam ennyi, vagy ez egy lehetőség valami jobbra, valami újra. Nem? Tehát ez nagyon fontos, hogy hogy tekintesz a dolgokra. Rájuk. Ezt szeretem szükségében. Jó, körülbelül ez a változás, a változtatás. Így szoktuk már reagálni. Gyorsan, puff, belemegy a homokba a fejük. Vagy majd változni, vagy változás mindenki szeretne. Ez az, legyünk közös képviselő. Valamit kéne megváltoztatni. Aztán. Változást azt szeretné, változtatni nem. Általában nem senki nem akarod megsérteni. Jó? De aztán Einstein mondta, hogy mi az őrültség képlete, ha mindig mindent ugyanúgy csinálok, de más eredményre számítok. Ez az őrültség képlete. Tehát ahhoz, hogy te szembe tudjál nézni a félelmet, de valamit más is kell csinálni. Valamit változtatni kell. És hát benne is van, hogy te is óvatatlan is változol. Az emberek félünk a változástól, mert szeretjük a kényelmet, szeretjük az állóvizet, langyos, se nem tud hideg, se nem tud meleg, de legalább van. És hát már így beleszokunk. Megint tisztelt a kivételnek. De nagy átlag az ez. De hogyha tényleg szeretnél az életminőségében javítani, széles szeretnél fejlődni, a változás elkerülhetetlen, és ez az egyetlen állandó dolog az életben, a változás. Jó? Tehát amire nagyon fontos, hogy nekem senki nem tisztel az, hogy bárkinek az életébe beleszóljak, senkit nem akarok beleszólni, senkit nem akarok megváltoztatni, gondolatot ébreszteni talán. Sőt, senkit nem tudok megváltoztatni, mert az emberek nem képesek változni. Egy kivétellel akarnak. Jó? Tehát, hogyha ügyük be valaki, hogy mondhatni, bárki állhatna itt, Gandhi, mindegy, ha ő úgy jön ide, akkor nem fog tudni változni. És bárhány tréningre elmehetsz, ennél sokkal-sokkal drágábbak elmehetsz, hogy nem akar változni, nem hajlandó, nem fog. Teljesen mindegy, hogy mit mondasz neki. No, de neki kell változnia. És az nyilván a másik is, hogy ha te látsz valakit, hogy neki változásra kéne, mert ő változásra szorul, először is a saját szemben nézze meg a szálkát. No, tehát, hogy ott van-e. No, nem pedig másra foglalkozzak. Illetve rá kell jönni, nem tudok mindenkit megmenteni, nem is kell mindenkit nekem megmenteni, mert akkor az lesz, hogy mindenki mással foglalkozok, csak magammal nem. Jó? Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a világon ne legyen egy szemét, nem azt kell mondani, hogy mindenki vegye fel a szemetet, hanem én fölveszem a szemetet. Jó, ott kezdünk. Én megcsinálom. Nem pedig az, hogy mindenki te vedd fel, és te fölvesz, jaj nem, de te vedd fel. Értjük? Megint átállítottam a felelősséget. Mert minden indul ki, tőlem jön, és tőlem is végzik. Az egyik
mert ez is el lehet csúszni, mi valami sokkal rosszabbat képzelsz el, mint ami lehet. Úgy érzed, hogy például, hogy van egy kimentés és megkarcolták az autódat. És ez egy elég rossz dolog, de még legalább meg, miért van, ellopják. Ah, de jó, hogy megkarcolták, és már ennek is tudok örülni. Nem? Tehát hogy lehet ezekkel játszani, csak azokban, hogy ez ilyen negatív spirálba vissza el, hogyha rosszul kezeled, rosszul csinálod, mert akkor mindig ezzel gondolsz, hogy mi lett volna, ha. Tehát ez is helyre kezelni. Nincs egyértelmű rendszer, tehát most nem állom senki azt, hogy én azt mondjam, hogy ha ezt meg ezt megteszed, akkor az összes félelmeiddel szembe fogsz érni. Ez ilyen nincs. Aki azt mondja, hogy igen, azt mondja, hogy igen. Tehát azt is meg kell nézni. Menjünk egy kicsit tovább, hogy ezzel kicsit jobban kigondjuk. Az első jelen, hogy maradjuk a jelenben. És a múltban történelem, a jövőben misztikon, vagy a jelenet ajándék. Tehát itt tudsz szélesebb cselekedni. Az, amikor rágódik, az, amikor öltsen, hogy mi volt, annak semmi értelme. Jó tudni a múltat, érdemes kielemezni, hogy ne történjen meg újra, de nyilván ezt nem feltétlenül tudod teljesen befolyásolni, de állandóan azzal foglalkozni nem érdemes. A jövőben is, ez persze jó, ha álmodozik, kicsit tervezni előre, de konkrétan úgy sem tudod elmondani, hogy mi fog történni. Nem? Tehát bármelyikünkkel történhet olyan, amire nem számolt, amire nem kalkuláltál. A jövő az misztikum, az a kiszámíthatatlan. Azt hiszük, hogy tudjuk, úgy érezzük, hogy tudjuk, de igazából nem. Szóval ezért az egyetlen hely, ahol békére lehetek, ahol boldogságot megtaláltam, az itt van most, ebben a pillanatban. Nem pedig a majd. Majd, ez ilyen mézes marcag. Majd lesz rád időd, drága. Majd előléptetnek téged. Majd egyszer jobb lesz az életed. Mikor? Holnap ingyen sör lesz. Jó? Tehát ezek az dolgok, ami sosem fog eljönni. De ha most cselekszek, most teszek, és ugye innen is látszik, kapcsolódik, hogy cselekvés nélkül az egész nem ér semmit. Talán a két legfontosabb az öt lépésből, a hit és a cselekvés. Jó? Ez a kettő, ami nagyon-nagyon fontos. És általában az öt is kell hozzá, a kettő, ez nagyon meghatározza az egészet. De próbálj, amikor érzed, hogy valami olyan, hogy pörgeted magad, én is a bűrök a repülőgében, egy kicsit rászorít, meg fogunk halni, de akkor még mindig repülök, de még mindig föl vagyok, jó, oké. Okay. Azért próbál visszahelyezni magam tudatosan, ez tudatosság kell, nem egyszerű, sőt, nagyon nehéz. De a komfortzónában, azt mondja, a komfortzónában olyan, hogy mit tudom mozdulni? Az is nagyon nehéz, de kényelmes is használtam, sokan elhelyezkedtek már nagyon kényelmesen. Most kelj föl és válasz egy új helyet. Most mindenki kelj föl, válasz egy új helyet. Itt jó lesz. Hát a következő lezett felhásolni. Kérdés, milyen volt, amikor mondta, hogy kelj föl? Valami lehetszkedtem. Na így vagyok a komfortzónával is. Jó, ezt talán meg az előtt kellett volna, de most ott ezzel meg. Így meg a komfortzónával is, hogy nem. Illetve van a másik típus, aki előre szal helyre jut, és nem lehet szólni. És akkor, értünk? Tehát a másik az önbecsülés, az önértékelés. Én nem azért félek, mert nem vagyok elég jó, és inkább jó, itt vagyok a sorokban nyomorgok, nem merek szólni, de mert jó ez nekem, örülök, hogy élek, és akkor ő meg azért nem lesz, mert kényelmes. Jó? Tehát ez fontos. Illetve most változtattál, más szemszögből látsz. Látod ugyanaz az előadást, tehát onnan meg erre te is látod. Ugye, így meg jobban ezek? Oda ütni, és hát most már így kell nincsen az egész előadást. Milyen szar neked? Nem mertél átülni, pedig átülhetnél volna bármikor. De úgy gondoltad, hogy nem szeretnél megzavarni az előadást. De pedig nem zavartad volna meg. Mert ki tudja, az emberek úgy, mi van a fejében. Mert honnan látod ugyanazt a dolgot. Sokszor az a baj, hogy szembenező van rajtuk, és csak így látjuk. Ezért érdemes, hogy olyan emberekkel osztod meg ezeket, akik kicsit másképpen látják, nem feltétlenül kell ugyanúgy, az viszont fontos, hogy ne szöges ellentétben legyen. Tehát mondom, a bologat János az nem mindig jó, mert akkor az bármire rá fog bújítani. Ha úgy gondolod, hogy neked ez rossz, akkor azt fogja mondani, hogy rossz, ha úgy gondolod neked, akkor azt fogja mondani. Hát érdemes egy olyan személlyel, mi ezeket megosztom, aki reálisan tud téged látni, nem feltétlenül az érzelmekkel. A családban az a baj, hogy be vagy spatoránc, majd mondta is, hogy nem veszek húst, akkor mi az, hogy nem veszek húst, mindig húst tettél, húst ez húsevő vagy. És akkor ők ezt nem tudják megérteni, hova rakni. Viszont aki egy kicsit messzebb válaszít, de nyilván azért ismer, mert sokkal reálisabban tud téged látni. De kicsit el kell öröknünk, a lényeg az egyik, hogy maradjunk egy jelenbe, próbáljunk meg minden nap tenni. És tényleg próbáltasz, hogy minden nap, ez az utolsó napod az életedben akár. És tegyél meg mindent.
amit csak tudsz. És aki például beteg vagy sérült, az sokkal jobban tudja értékelni azokat a napokat. Mert készpénznek veszik, hogy majd föl is fog képelni. Nem biztos. Jó? Hát akkor fölnek minden nap, hálát tudok, hogy ma is fölkeltem, ma is van két kezem, két lábam, két van a szemem, tudok tenni. Ezt készpénznek veszik. Mert hogy majd fogok valamit csinálni az egészségemnek, hanem késő. Szokott valami nagyon nagy váltás történik, valami nagy betegség, és akkor rájön, hogy jaj, jó, akkor most se veszünk. Jó, mert később nem érünk rá. Nem szóval ez ilyen dolog. Ez így, ahhoz, hogy szembenézve félelmünkkel, önbizalomra van szüksége. Jó, hiszen most mondhatom neki, hogy nézz szemben a félelmet rád, mert hát hogy állom, félek, stb. Amire visszaveszedettek az egész önbizalom, és az önértékel is. Ahhoz, hogy legyen önbizalom, önbecsülésem, önértékelés és önismeretre van szükség. Mi az önértékelés, meg az önismeret? Például, amit ma is csinálsz, hogy eljársz ilyen helyekre, és foglalkozz magadra. A leges, legfontosabb ember az életben az én vagyok. És mindenki mondja, hogy én. Mindenki a saját életében én. És ez nem egós dolog, mert hogyha én nem vagyok rendben, akkor hogy akarok segíteni másokat? Ez amikor az intenzív osztály felépült a beteg. Olyan tud járni, de már megy át a szomszéd, hogy hadd segítsen. Hogy tudja segíteni rajta? Sehogy. És az a baj sokszor, hogy ilyenek kérni segítséget. Aki ő is fekszik, ő is beteg, ő akar rajta segíteni, hogy én akarok tőle segítséget kérni. Nem fog tudni. Vagy úgy fog tudni segíteni, hogy inkább besegítek volna. Jó, szóval először önismeretre van szükség, ki vagyok én, mik a célom, mit akarok, hol van a komfortzónám, mitől félek, mitől nem félek. Mindenki fél, nem baj, beismerni. Sőt, ha beismerted, akkor legalább tudod, hogy na most ez van, itt vagyok a jelenben. Ez van, ez kell előadni. Mert önismeret, önértékelés, kiértékelni magam, mik az előnyeim, mik a negatív vagy a pozitív, nincs ilyen negatív vagy pozitív, de az emberi agy így jobban föl tudja ezeket dolgozni. Csinálj listákat, hogyha neked ez úgy tetszik. És utána jöhet az önbizalom, az önbecsülés. Jó? Tehát, hogy nagyon figyelni kell, hogy ne csúszunk el az egó felé, vagy amikor odaülök a sarokban, jó, hát ez nekem jó is, jó, ez így, vagy amikor indulok ide belőle, hogy lássak csak én, mert én vagyok a leges legkirályabb ember a világon. Tehát azt mondom valahol a kettő között, hogy minden ember megérdemli a jót, a szeretetet, a boldogságot, a harmóniát, a bőséget, mindenki. Csak sokszor azt elfelejtik, hogy nem, nekem csak ez volt az élet, érjük be ennyivel. Azt mondom, hogy örülj annak, amit van. Ez nagyon fontos. Mert hogyha nem tudod értékelni most, amit van, akkor se fogod, amikor bőség lesz. Sokan azt mondja, hogy a pénz a megoldás mindenre. Eddig ilyen híres pszichiáter mondta, hogy én azért szeretem gazdag emberekkel foglalkozni, hogy ők legalább tudják, hogy nem a pénz a megoldás mindenre. Hiszen oda elment hozzám. Tehát olyan érdekes, hogy sokan azt hiszik, hogy mert ha sok pénzem van, akkor van minden. Azt mondom, hogy könnyíthet az életem, segíthet, de ne várjál tőle csodát.